Elekes Levente az új edzője a HC Kiskörös csapatának. Az egykori román válogatott jégkorongozó 11 éves korában kezdte a sportot, és 38 éves koráig sportolt aktívan. 12 éve edzőként is dolgozik. A 6 évesektől egészen a 20 éves korosztályig foglalkozik utánpótláskorú, illetve felnőtt játékosokkal. 12 világbajnokságon mi játékos a nagy válogatottban, és összesen 9-e voltam az utánpótlás, 3 18-as világbajnokságon és 6 20-as bajnokság világban. Könnyű a válogatottnál dolgozni, mert ott a legjobbakat válogatott be, és ha nem teszik amit, akkor van a hátuknál még mindenki egy sorba áll, vagy ott könnyű ottan. Ha van mennyiség, akkor könnyű szelektálni. Az egykori román válogatott és edző bízik abban, hogy Kiskörösön és környékén is nagyon sok tehetséges sportolóval tud majd hatékony szakmai munkát folytatni. Meg vagyok győződve, hogy Kiskörösön és környékén is vannak tehetséges gyermekek a jégkorongozóhoz. Munka, tehetség és a sport iránti alázat meghozza az eredményt. Elekes Levente edzőként és sportolóként is fontosnak tartja, hogy a motiváció folyamatos legyen. Ehhez pedig szükség van a sportban elért sikerekre is. Hogyha munka van, és dolgozunk, akkor eredmény is kell jöjjön. Én eredménycentrikus vagyok, már 12 éves kortól is legyen egy eredmény, meg kell motiválni a gyermekeket, mert hogyha nincs eredmény. Vannak klubok, ahol tényleg lazábban veszik, de nem tud motiválni a gyermeket. Kell közben a kicsi siker is, hogy tudjad motiválni egy-egy nyert meccs, hogy tudjad motiválni a gyermekeket. És hosszú távon pedig rá fognak jönni, hogy többre is képesek. Az egykori válogatott jégkorongozó nem csak elméletben, de gyakorlatban is szeretne majd minél több tudást átadni a gyerekeknek.